Sziasztok! Cső! Elmondjátok ti? Hát mi van? Na, azon, hogy elindultunk Sopronba, aztán utána útközben megálltunk, meglátunk Fertőd tábra jobbra, néztük 3 kilométer Fertőd, úgyhogy eljünk a Fertődi kastélyba. Igen. Voltatok már? Nem. Még soha. És kíváncsiak vagytok? Aha. Nagyon. Na! De tényleg. Igen. És ez megint olyan, hogy tök spontán. Tehát megint az van, amit a tegnapi videóban mondottam Máté, hogy csomóan úgy adják el, mint a spontán, de mi úgy, hogy megint full hülyébe, tehát semmit nem tudunk a kastélyról, és Sopronba indultunk. Ennyi. Ja. Akkor menjünk. Főcím. Menjünk. Nyugdíj, nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Híres ember, első ezen a néven. Igazából azért annyit tudunk, hogy Eszterházi kastély, ez az egy információ, meg hogy nagyon szép. Azt mondják, hogy nagyon szép ez a hely. Meg hogy azt mondja, a bébi mű már volt itt, hogy van benne valami külön rózsakert. Úgyhogy ilyen információkat már hallottunk, kíváncsiak leszünk. Ja. Kicsit nem. Kicsit. Igen? Nézzük meg a rózsát, vagy hogy itt van-e. Hol van? Van valami. Egy növényket, narancsház, marionettház. Miután ilyen babák vannak. Piket a pucó. Oh. Megkérdeztük a jegykiadásnál, hogy mi van. Azt mondták, hogy a kastélyba csak idegenvezetővel szabad bemenni, és az 40 perc múlva indul egy túra. És akkor 8500-ért menjünk be, és úgy döntöttük, hogy mi nem szeretnénk, és 50 perces a túra. Tehát nem szeretnénk 40 percet várni, aztán még 50 percet egy kastélyban keverni, inkább megnézzük a parkot, úgyhogy a kastély most kimarad. Mindenki azt mondja, hogy nagyon szép a kastély, meg érdemes megnézni, de én már sok kastélyban voltam, és azt hiszem ebben is voltam gyerekkoromban. Nem érzem, hogy ez annyira. Tehát túl sok kastélyt láttam, és túl sok plusz nem ad, úgyhogy ezt most kihagyjuk. De majd akkor megnézzük. Viszont a park meg nagyon jól néz ki. Na, nekem az az életcélom, hogy egy ekkora kastélybe fogok lakni. És tudjátok, ő lesz itt az éjjeli őr. Nem, mert azt mondtam lakni. Hát, hogy az éjjeli őr is lakni. Csinálszolom a képet. Igen? Állok, és akkor majd kirakom úgy, hogy a Viumpliátus meg a filmes élet bejött, megvettem az első kastélyomat. De ott van, ja, ez jó, várjál, hogy csinálom. Fotózálod és megfekszik, jó? De úgyhogy látszik a kastély? Igen, most jön. Csinál közeled is. Jó. Nyárt is profilos volt. 50 egy rohadt drága fényképezőgép, és telefonnal fotózott. Ja. Ez a 21. század. Máté, szerintetek, ha lesz több még ilyen, akkor megtudnám meg? Az a durva, hogy mi nem nagyon szeretjük a kötöttséget, nem nagyon szeretjük az idegenvezetőket úgy, hogy tegnap azért sikerült beállnunk egy csoportba, ahol az idegenvezetőtől egy-két érdekes infót hallottunk, és azt úgy megígyeztük, és tök jól esett, amit el is mondtuk nektek, de úgy, hogy bebeállni idegenvezető mellé, és meghallgatni, amit mond, az úgy jó, de az, hogy folyamatosan 50 percen keresztül valaki mondja, hogy most mész, és most megállsz, és most ennyi ideig állsz, és elmondom azt is, ami nem érdekel, ezek nem mi vagyunk, ugye? Ezek nem. Tehát erre mi alkalmatlanak vagyunk, hogy egy helyben, nem, ott nem álljunk, és akkor ő magyarázni idegenvezető, de nem. Csöndbe. Én amikor voltam utoljára kastélyban, akkor úgy, hogy be lehetett menni, és akkor körbenézni. Az úgy teljesen jó. Na azt hiszem erre van, megnézzük. Lehet, hogy mi vagyok szocioanarchista, de nekem a természet jobban tetszik, mint a kastély. Az a durva, hogy én is, oda nézd ezeket a fákat. Ez durva. Hogyha valami jurták lennének. Russzó, vissza a természetbe. Olyan, mintha valami jurta lenne. Az is igaz, hogy ez is mesterséges kell, de... Azta is, hogy megyünk jobbra még. Azt a rúzsa. És de még mindig, nincs. Így kell megformálni ilyen izéből. Aha. Megformálni. És igen, valahogy azt vettük észre, hogy sokkal szimpatikusabb nekünk egy park, ahol sétálhatunk, mint egy kastély, ahol igazából telezsúfolt
értékek vannak, és akkor van egy idegenvezető, ezt a vázat még Mario Antoine, senkit nem érdekel az a váza, érted? Tehát ő, oh, és ott viszont ehhez... Van, szimbolizált a szimbolizált, itt megy mögöttünk egy turista csoport, és igen, az előző sztoriból kihagytam, hogy az idegenvezetésnek a másik része még németül is végighallgathatod, reméljük angolul az a sztorit. Tehát igen, németül végighallgathatod, hogy ez nem tudom, itt is valamit mondott a nő, valami leégett, és akkor bla bla bla. Két operaház leégett. Biztos fontos információ, biztos érdekes információ, de engem jobban érdekel, hogy mi van a kapun túl. Nekem az úgy inkább információ. Mik vagyunk mi? Szocioanarchisták vagyunk? Bemegyünk a rózsakertbe. Bemegyünk? Be akartam menni a rózsakertbe? Aha. Menjünk be a rózsakertbe. Na, kiderült, hogy a belépés ingyenes azért... De érted az illetet? Dasta! Na, szóval azért ingyenes a belépés, mert két virágzás között vagyunk, és nem annyira szép. Hát... nem tudom, milyennek kéne lenni egy rózsakertnek, de nekem tetszik, és ezt nem lehet visszaadni. Ez, tehát ez töményen, töményen. Belépsz, és ja, brutál. Lehet, hogy gáz, de engem sokkal jobban érdekel a rózsakert két virágzás között, mint tényleg a kastély, mert ott bejössz, oké, jó, sok-sok rózsa, de hogy most ilyen, tehát és látszik, hogy tényleg a virágok fele nincs még meg, vagy hát még nem virágzik, vagy hogy mondjam, tehát látszik, hogy még a fele hiányzik a virágoknak, de brutál durva, és milyen az, amikor tényleg az egész szép, gyönyörű, és mindenhol rózsák vannak, mert most azért sok helyen bimbó van, meg látszik, hogy már elszáradt, meg még nem nyílt ki, és azért ez kemény lehet. Igen, azért ez is más lehet, amikor itt rendes virágzás van. Tehát azért sokkal-sokkal gyönyörűbb lehet. Egyszer eljövünk úgy, jó? Jó. Aha. Hát nézd meg, ott már sűrűbb a tetőzet is. Mármint a... érted? Értem. A virágtetőzet. Aha, de jó. És nézd, itt vannak ilyen ledsorok. Este ez itt világít? Aha. Ez milyen menő lenne már? Mint a karácsonyfa ízlő. Ja. Bejöttünk ide, középre leültünk, és itt valami zene szól. Tök jó, ilyen kupolás. És végre találtam rózsaszín rózsát. Mert rózsát van vörös, meg fehér, meg a fene tudja, de rózsaszín rózsa, meg sárga, ugye ott látok pont sárgát. És ugye, ha már rózsaszín, akkor már legyen rózsaszín. Úgyhogy a rózsakertben mindenki ide jön tetkázni. A trónok harcában az volt meg a történelemben valószínű. Kijöttek ide, az meg ilyen egymás hátát... Megdöfködni. Mármint nem szó szerint, csak kitalálni, hogy lehet átvenni mindenkit a kutyába. Valószínű, hogy a trónok harc azért eléggé merített a valódi európai történelemből. Tehát valószínű, a valóságban is a rózsakertbe jöttek ki cselt szőni. De ugye, tehát amikor valakit el kell tenni lábáról, ezt dumáljuk már meg, akkor a rózsakertbe dumálták meg. De mennyire jó. Szép, olyan illatok vannak, hogy így még... Hangulatos gyilkosság tervezik. Miért érződik a francia? Hát az Versailles 2, csak mármint, hogy ez ilyen... Versailles lemutított rá. Apa, ez ilyen izé... Szegény ember Versailles-ja, ugye? Akkor ez ilyen izé... hangulatos gyilkosság tervezés. De tényleg, tehát amikor itt állsz és tervezed a gyilkosságot, még a rózsa illat még azt is megszépíti. Hallod? Nem. Arra volt ott a rózsakert. Arra van a kastély, ott látható a kastély. Arra fele van a nem tudom én micsoda. És arra fele meg valami végtelenbe és tovább. De az menő, menjünk arra. De az valami iszonyat mennyiségű. Egy ideig menjünk el. Az ott valami nagyon nagy távolság. Elvezett Narniába. Amúgy itt van egy ekkora terület, de iszonyat, tehát fél város nagyságú terület kihasználatlanul. Simán foci stadionokat lehetne ide felhúzni. De vagy négyet is akár. Kacsint. Nem látszik, de nagyon sokat jöttük, és szerintem ott az még egy 28 millió kilométer. Nem forduljunk is. Iszonyat távolság. És
Ott a kastély. Így. Visszaértünk, nagyon durván meleg van. Megyünk most akkor megyünk haza, ne tedd le. Mennyi forró? Nem kicsit forró. Nyolc kastélyem lesz. Na jó van, akkor szerintem itt be is fejezzük, akkor ez volt a Eszterházi kastély, megnéztük, szép volt, a park gyönyörű, a rózsakert nagyon jó illatú, és akkor ennyi, hogy bent mi van, az meg maradjon örök rejtély. Örök rejtély, úgy süt a nap. Többé nem akarsz már, senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. A megfelelni akarás, csukom a szemem, tárom a kezem, indul a szaladás. Ma szabad leszek, nevet, kérek, mint egy kisgyerek, hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.